testvéreim, kedves megjelentek, kedves vendégeink! A Miskolci Kulturális Központ Non-Profit Kft. Vezetése nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Ady Endre Művelődési Ház kiállító terében, a Diósgyőri Képzőművész Stúdió 76 jubileumi reprezentatív kiállításának megnyitóján. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent alkotókat, művészeket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Miskolc megyei Jogúváros Kulturális és Városmarketing osztályának vezetőjét, Marian Anita asszonyt. Mit jelent az alkotókör elnevezésében egy szám, nevezetesen a 76-os? Nem a stúdió tagjainak számát, tudomásom szerint, nem is egy házszámot, nem is a képek méretét, hanem a megalakulásuk évszámát, 1976-ot. Az eltelt idő, hölgyeim és uraim, 40 év. 40 év egy ember életében sem rövid idő, egy csoport, egy alkotó közösség kitartásában, együttlétében, azonban igen tiszteletre méltó. A stúdió tagjai közül többeket, így vezetőjüket, Klessz László Lajost is hosszú-hosszú időkat ismerem, ez nem érdemes állapot korunknál fogva. Több kiállításukon is jelen voltam az évek során, jó érzés most a jubileumi kiállításon látni a válogatott alkotásokat. Köszönöm, hogy itt intézményünkben rendezték meg ezt a megmutatkozást. Most tisztelettel átadom a szót Marian Anita osztályvezető asszonynak. Kérem, nyissa meg a kiállítást! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Miskolc megyei Jogúváros önkormányzatának nevében, és külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Diósgyőri Képzőművész Stúdió alkotóit. Egy 40. születésnapon vagyunk itt, egy különleges 40. születésnapot ünneplünk, egy különleges civil szervezetnek az elmúlt 40 évét. Egy olyan civil szervezet meg lehetünk az ünneplői, akik a 70-es évek folytogató hangulatában úgy döntöttek, hogy alkotó kedvük megőrzése érdekében szabadon és függetlenül fognak alkotni. És ezt 40 éven keresztül megőrizték, sem politikai, sem gazdasági hatalomnak nem elköteleződve saját belső hangjaikat, saját belső indítatásukat követve a harmónia, a béke, a szeretet jegyében végezték munkájukat, és a magyar képzőművészet alkotói, művelői, hirdetőivé váltak. Hálásak vagyunk nekik, mert Miskolcon alkotnak, bár országos alkotói körről van szó, de Miskolc nevét is öregítik, és Miskolc értékeit is gyarapítják. Az a fajta különleges értékőrző, értékteremtő munka, ami őket jellemzi, az példaértékű, azt gondolom nem csak hazánkban, hanem külföldön is példát tudtak mutatni. Országunkban több tucat városba jutottak el kiállításaikkal, alkotásaikkal, sőt több külföldi országban is bemutatkoztak, és hazánkat is, hazánk hírnevét is öregítették. Azt gondolom, hogy különleges eseménynek vagyunk a részesei, egy egyedi és megismételhetetlen születésnapi partinálunk itt, és egy olyan születésnapon, amikor az alkotók, az ünnepők adnak nekünk ajándékot. És én azt kérem, hogy fogadjuk ezt olyan szeretettel, mint ahogyan ők adják ezt nekünk, és szeretnék az alkotóknak, a stúdió művészeinek nagyon-nagyon sok erőt és kitartást kívánni, és azt a fajta lendületet, azt az alkotó kedvet és azt a szeretetet, amit eddig adtak Magyarországnak, adtak Miskolc városának, az őrizzék meg, és még hosszú-hosszú évtizedeken át gazdagítsák Magyarország értékeit. Köszönöm szépen, és gratulálok! Megköszönöm Marian Anita osztályvezető asszony megnyitó szavai, és ahogy szokták mondani, bár lehet, hogy nem kellene a palaszból a szellemet kiszabadítanom, de fel lettem rá hatalmazva, így aztán engedjék meg, hogy megkérdezem, hogy Klessz Laci, szeretnél szólni? Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy szurkoltam. Most azután a nagy öröm után, hogy sikerült a társadalmat végre itt összehozni egy csoportba, engedjék meg nekem, hogy be is mutassam őket személy szerint, hiszen nekik köszönhető ez a csodálatos 40 év, és ez a csodálatos szép kiállítás. Sajnos szemüvegkel a felolvasáshoz, mert fölöttem is eljárt az idő, 40 év megmutatta magát. Akkor szépen népsor szerint, ha megengedik, Ambrusné Balogh Andrea, Kakos Katalin, Bártfai Judit, Béres János, Boncsér Árpád, Borsos Mária, Bújdosó Lilla, Csontos Éva, Demeter Marianna, és a legfiatalabb társunkat, Ejzere Gyula. Hadházi Molnár Attila, Horváth Zoltán, Kavalec Lajos, Kopcsó Andrea, Veres Attila, és a végén nem utolsó sorban Keszlász Lajos. Egyben engedjék meg, nagyon szépen megköszönjem, hogy ilyen szép számmal tiszteltek meg bennünket ezen a szép napon. Nagyon jól esik. Ezt a jubilami kiállítást mi elindítottuk Aziz Barcikán, a Mezei Istvánról elnevezett művelődési központban. Azért ott, mert Mezei Pisti első persze kezdve nagyon jó barátunk volt, és annak idején nagyon sok segítséget kaptunk az induláshoz. Ő meghalt, az ő nevét kapta meg az az intézmény, tehát rávaló tekintettel ott kezdtük ezt a kiállítás sorozatot. Utána mentünk Tiszaújvárosba, majd onnan Budapestre, és a 40 éves jubileumi sorozatot stílszerűen itthon Diósgyőrbe önökkel, önökért csináltuk meg. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Lacinak a bemutatást, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást ma estére. Kérem, tekintsék meg a kiállítást. Ajánlom szíves figyelmükbe. Köszönöm szépen. Én pedig az utolsó zeneszámhoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is önöket. Aki ismer, az tudja, hogy mindig megszólalok én is, mert hogy óriási megtiszteltetés, hogy itt lehettem a művészek közt, és sokaknak most látom először a remek műveit, a csodás képeit és egyéb alkotásait. És úgy gondoltam, hogy én is egy olyan számmal készülök, ami bár egyedül vagyok itt, de mégis nagyon sokszínű, akár csak a kiállítóknak a művei, amihez beszereztem egy kis szerkezetet, lábtechnika kell hozzá, úgyhogy most ez egy nagy izgalom, hogy fog szólni, de egy szimfonikus zenekari műnek az átiratát fogják most hallani, és ezt szeretném én ajándékul adni a kedves művészeknek, és kívánok még legalább 40 évet, és alkotókedvet, és sok-sok sikert, sok-sok sikeres kiállítást országszerte. És Elgárnak a híres Pompa és ünnepi bevonulás című művét játszanám el. Nem baj, ha már közben nézegetik, mert háttérnek is. Nagyon szégyellem magam borzasztóan, és elnézést kérek mindenkitől, és elsősorban kedves közreműködőktől, Zsakob Mónika hegedű művésztől, aki ma segít nekünk, hogy még Viltóba is még meghatóban egyik a mai kiállítást megnyitunk. Először is elnézést kérek, másodszor pedig köszönjük. Nem én vagyok az ünnepelt, úgyhogy semmi baj, én csak így hozzájárulok, ha tudok a hangulathoz.